Elnézést, nem alkalmas, az oktatás helyzetét rendezzük most éppen. Annak idején Lajos bácsi lefestette a foci kaput, de hálót nem rakott már rá, mert azt csak elhasználnánk. Ma az iskola igazgatók kapnak bankkártyát, de pénzt nem kapnak rá, mert csak elhasználnánk. De a mai helyzet nem csak a pénzről, illetve a pénz hiányáról szól. Annak idején például nem voltak tartós tankönyveink. De azért Visegrád nem került át a Duna bal partjára. Annak idején az iskola épületet érintő fontosabb döntésekben az igazgatónk kikérte fontos emberek véleményét, az úttörő csapat vezetőjét, a kis titkárét, különösen kényes ügyekben pedig Lajos bácsét, a pedellusét is. Ma a köznevelési kerekasztalhoz többek között a Katolikus Pedagógiai Szervezés és Továbbképzési Intézet és a Honvédelmi Minisztérium képviselőit is meghívták. Annak idején Ili néni, az alsós tanárunk nem hallott még az életpálya modellről. Igaz, ő már özvegy nyugdíjas volt, és több kollégájával élt együtt a kerület által a tanároknak biztosított albérleti házban, viszont nem kellett engedélyt sem kérni, hogy a nyugdíjkorhatár után taníthasson. Annak idején én intőt kaptam, ha az iskola épületben rohangáltam. Most a fiam dicsérőt hozott haza, mert jól teljesítette a napi folyosói tornóra keretében a Cooper-tesztet. De persze annak idején sem volt minden fenékig tejfel. Emlékszem, a legrosszabb élményem az iskolából az volt, amikor hosszú órákon át írtam történelmből a házi feladatomat a demokráciáról, és olyan jól sikerült, hogy Viktor bácsi, a tanárunk azt mondta, nem életszerű, hogy nem külső források álltak mögöttem. A mi osztályunkból annak idején többen jártunk biciklivel be, de soha nem toltuk túl a biciklit az iskolán. Annak idején, ha azt mondta valaki, hogy felállt az iskolában a pöcs, a hajam égnek áll. Na jó, most is. Amióta vannak pedagógus önértékelési csoportok. Pedig van, aki már a pöcsöt is becsben tartja. Annak idején a tanítónénink tiltotta, hogy bárkit kizárjunk a közösségből, és klikkesedjünk. Ma a kőleves meséje jut eszembe. Megkaptuk a klikkondért, és hogy úgy tűnjön, mintha lenne benne valami, kaptunk bele néhány követ is. Mi pedig szülőként, tanárként továbbra is hordjuk a kondérba a hozzávalókat, próbáljuk fenntartani a látszatot, hogy ebéd van, de kívülről nem látszik, hogy mennyi keserűségünk fő bele a levesbe, és végén ezt a levest a gyerekeink eszik meg. Köszönöm szépen! Négy, ír a négy. Most adjatok neki! Kezdjék meg haladni!